Sziasztok, Sanyiszulat vagyok, köszöntelek titeket ebben a mai videóban. A mai videónkban ismét folytatjuk a Game the Tycoon világát, és hát mindjárt csődbe megy a cégünk, úgyhogy szerintem gyorsan is vágjunk bele egy újabb kalandba. Csak én kikészítem egy kicsit a puskámat, mert most nagyon jó lenne egy új játékot fejleszteni. Na akkor lássunk is, nem tudom én akkor most, na mindegy, akkor csapassuk is neki, és lássuk is a dolgokat. Vártok, miért nincs hang? Jó, meg van oldva a hangocska, csak nem volt bedugva a füles. Na mindegy, akkor csapassuk neki az új játékkal. És akkor most egy kicsit kiválasztottam a dolgokat, hogy hogy legyen, mint legyen, meg mi van. És akkor felnőtt közönség kell nekünk. Tehát... ez egy technika? Azt hiszem az a hekkelős. Igen, és akkor választunk műfajt, simulation, szimuláció, simulation, igen, és akkor PC. PC kell nekünk, és akkor mi legyen a neve? Igen, akkor legyen Hackmaster the Big Returns. A nagy visszatérés. Jó, és akkor kicsi játék, válaszunk játékmotort beta, és akkor következő. Igen, HD grafika minden. Ja igen, annyit el kell mondanom, hogy az előző rész és e közötti rész között csináltam a játékot, és hát nem, hogy csináltam a játékot, hanem beléptem, és sajnos kellett igen, akkor motor kevés, fontos, igen. Na tehát az a lényeg, hogy szó szerint csődbe mentünk, mert nem volt pénzünk, ezért kölcsönt kaptunk a banktól, vagy nem is tudom, valamelyik fizető, nem is tudom, talán kiadónktól kaptunk kölcsön 8000 dollár, de hát olyan gyorsan fogyott el fele, hogy az mindegy, és másfél millió dollárt kell nekünk visszafizetnünk. Tehát ez így nagyon jó, nagyszerű. Tehát, ahogy látjátok, van egy olyan 2000 dollárunk, és körülbelül egy év alatt kell visszafizetnünk, és nem is tudom, hány hónap telt el azóta, hogy már, mert egy évünk van rá, hogy visszafizessük, és lehetséges, hogy már ennyi volt. Lehet, hogy most visszük csöndbe a széget, úgyhogy ez a játék, hát, ha megment minket. Na jó, akkor lássuk tovább. Akkor következő, második szakasz. Akkor párbeszéd nem fontos. Pályadizájn. Kevés, és akkor mesterséges intelligencia. Minecraft a mai napon bejelentette az Mbox játékra. Igen, sok platform megjelentette, de most nem tudunk mit kezdeni vele. Nincs pénz, úgyhogy... nem tudunk kezdeni, mit kezdeni, és már mínuszban vagyunk, egyszerű. Jó, oké, akkor harmadik szakasz. Közepesen fontos talán, hogy igen, és akkor fontos nagyon, és akkor a hang meg. Imádkozzunk, hogy jó pénzt fogunk kapni, bár nem tudom, a kivitelezési technológiai pontok alapján lehet, hogy nem. Ezeket is el kéne küldeni szabadságra. Csak megvárom még. Visszajövünk, és akkor... hiba ne legyen benne, és akkor csapassuk. És imádkozzunk! Na lássuk. Imádkozzunk, gyerekek. Jó, király. Na, akkor jöjjenek a kiadók, és imádkozzunk, mert olyan mínuszt vágtunk itt. Hogy ez már... Na. Azért... hát... ez karcsú, karcsú. Egy közepes minőségű játékot tudtunk összegrálni, mondjuk. Bár vannak kiadók, akik szeretik a játékot. Hát egy közepes értékelés, ahogy összük, de talán tudunk összehozni dolgokat.
Nagyon jó. Le is vonták. Ó, de király. De hát ha. Na, nagyon jó. Nem már. Ez nem igaz. Pedig ki tudja, hogy mi lett volna. Hát már azért ne szórakozzunk már azért. Nagyon jó, hát ez... Fú. Megint betölsz egy mentett játékot, újra nyithatod ezt a szintet, vagy új játékot, is kell. Hát nem tudom betölteni az a baj, mert... nem tudom elég gyorsan megcsinálni ahhoz, hogy ne menjek csődbe, mert hamar lemondják, úgyhogy... Hát ez sajnos úgy látszik a sorozatunk végét jelenti, mert hát... csődbe mentünk sajnos, ez akkor történt, amikor túlságosan sok pénzünk volt, és hát igen, a sok pénz, azt hittem, hogy az a jó játék lesz, és akkor hozott be 70 ezer dollárt, egy másfél millió, egy körülbelül félmilliós játék, úgyhogy hát srácok, ez úgy látszik egy rövid videó lett. Sajnos újra kezdeni, talán majd egy második évadot kezdek, és akkor ott már jobban oda fogunk figyelni a dolgokra, de akkor ez a sorozatot itt szeretném lezárni. Sajnos eddig jutottunk, 14 évet húztunk ki a cégünkkel a 32-ből, ha jól emlékszek, 32, tehát majdnem a fele idejét bírtuk. 8 rész volt össze, 10, ha jól emlékszek. Hát srácok, köszönöm, hogy velem tartottatok ebbe a sorozatba. Nem gondoltam, hogy így lesz vége, de sajnos ennyi lenne ez a sorozat, és akkor talán még egy második évadot elindítok, és akkor ott már azért jobban oda fogunk figyelni az ilyen dolgokra, és nem kapkodjuk el a dolgok menetét. Hát én köszöntöm akkor a figyelmet, én SemXNulat voltam, sziasztok!